Sziasztok! Óriási nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, visszatértem, egy hónap vakáció után újból itt vagyok, és megpróbálok nektek minél érdekesebb dolgot bemutatni, úgy a fellépésekről is, úgy városokról, ahol koncertezem. Maradjatok velem, és hamarosan megmutatom, hogy hol lépek fel ma este. Na, hölgyeim és uraim, úgy, ahogy megígértem. Egy picit kezdeném az elejéről, rengeteg fellépésem volt a nyár folyamán. Ugye a legutolsó epizódban ott maradtunk, hogy megmutatom nektek a tengerpartot, hol is nyaralok, pontosabban Toszkánában. Aztán egy kis időre eltűntem, Székelyföldön jártam, volt ott is egy mesterkúzus, az Olaszországban, aztán azt pedig követte Szatmár, Németi. Ezek a mesterkúzusok nagyon-nagyon jól sikerültek, ezek a fellépések jók voltak, a diákok szuperek voltak, rengeteg új diákot sikerült idén is megismerjek, nagyon jók voltak a koncertjeik, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Úgyhogy, mint ahogy láttátok, rengeteg új diákot ismertem meg, hál' Istennek. És aztán itt nem álltak meg a dolgok. Hál' Istennek rengeteg, de rengeteg sok koncert is követte, sok fellépésem volt, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és rengeteg esküvőn is felléptem. De, mint ahogy látjátok, egy új helyen vagyok, egy új városban. Én azóta már visszamentem Olaszországban, és tegnap este megérkeztem Milánóból. Ma már itt vagyok, a gyönyörű szék Aradon! Megmondom nektek őszintén, nagyon, de nagyon rég jártam itt. Egyszer voltam, és igazából nem nagyon emlékszem maga a városra, de amúgy a város az gyönyörű, szép, nagyon jó hangulata van, nagyon-nagyon szép épületek vannak, és ma este lesz itt egy esküvőn egy meglepetés. Mennyasszonynak a szülei felkértek, hogy adjak egy koncertet, ezáltal fogok ma este Aradon fellépni. Hamarosan megmutatom nektek egy picit a várost, és utána pedig délután 5-től lesz egy hőpróba, este pedig a fellépés, és aztán betekinthettek, hogy melegítem be hangomat, milyen csinosan készülődöm el. Este majd, hogy sikerem lesz, vagy nem lesz sikerem, én nagyon izgulok, hogy, és nagyon remélem, hogy igen lesz nagy sikerem, és nagyon fog az ifjú párnak tetszeni mindazt, amit én képviselek, vagy amit éneklek. Úgyhogy gyertek, nézzük meg Aradot! Elérkeztünk egy nagyon szuper helyre, kicsit hasonlít, és kicsit emlékeztet az én városomra, ugye Szatmárra. Nem a Szamos folyik, hanem a Maros folyik, de viszont nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon tetszik, hogy meg vannak csinálva ezek a bicikliutak. Az előbb én is kipróbáltam egy lime rollert, kicsit körbe rollereztem. Amúgy nagyon-nagyon izgalmas volt, és nagyon klassz volt, és gyönyörű. Gyönyörű szerintem, nyugis város, csend van, és hál' Istennek rengeteg olyan idős bácsi van, néni van, aki leülnek, egy fiatalok, szerelmes párok is leülnek, és gyönyörködnek a tájban, és gyönyörködnek a Marosban. És lassan-lassan a parkon keresztül átsétálva elérkeztünk a művelődési házhoz, a Látul Kulturálhoz pontosabban. Ha jól emlékszek, itt léptem fel ezelőtt, vagy 10 éve, vagy 13 éve, de nagyon-nagyon régen, és még nagyon remélem, hogy hamarosan, az elkövetkezendő években még lesz koncertem, lesznek fellépések, és mindazt, amit képviselek, azt majd elhozom ide is. Amilyen kicsit engemet itt ledöbbent, és egy picit elszomorítónak tartom azt, hogy egy ilyen szép város, és egy ilyen rendezett város, és tiszta város, mint Arad, azért azt merem lekövetkeztetni, hogy azért az új központ, vagy ez a központ rész, ez egy kicsit ki van halva. Na, még megmondom nektek őszintén, annak igazán nem csinálok belőle problémát, hogyha nincs tele ilyen teraszokkal, de viszont ugye ezek a, épp megnéztem az interneten, 3 vagy 4 ilyen szuper bevásárló központ van, ilyen nagy mólok, amik vannak itt. Ezáltal a központban nem nagyon találsz üzleteket, ugye persze McDonald'son kívül és bankokon kívül ki van halva a központ. Nincsenek boltok. Ezek a nagy bevásárló központok miatt. Nem azt mondom, hogy én nem szeretem azokat, és nem szeretek oda menni, sőt, nagyon szeretek, de viszont sajnos annak az oka miatt kihalnak ezek a gyönyörű szép városok. Szerintem ez egy kicsit elszomorító, nem? Ti mit mondanatok erről? Írjátok be nekem kommentet, kíváncsi vagyok a véleményetekre. És
és itt is van egy gyönyörű szép park, tele szép kis galambocskákkal. És ahogy látjátok, tele van egy jó kis bicikliutakkal, nyugodtan lehet lazán rollerezni. Ott pedig a színháznak a háta van, a másik oldala, és úgy ahogy látom, itt van egy jó kis kávézó. És ahogy észrevettem, kb. Ennyi a Aradnak a központja. Hamarosan felpattanok egy jó kis rollerre, nyomás vissza a hotelbe, mert át kell néznem, hogy ma itt is fogok énekelni, és akkor hamarosan jelentkezem. Nézzétek meg, milyen szép szökőkút van itt. Gyönyörű, fantasztikus. És én pedig robogok hazafele, vissza a hotelhez, és egy kicsit gyakorlok. Sziasztok, megérkeztünk a helyszínre. Nagyon izgatott vagyok, mindent becsomagoltam, mindent elkészítettem. Hát nem csomagoltam, mert mindent most vettem ki. Minden be van készítve, meglepetés leszek. Itt fog ülni a mennyasszony és a vőlegény. Amúgy ez nagyon-nagyon szép hely, ez most volt felújítva, de szerintem mese szép. És úgy gondoltam, hogy nem viszlek be titeket a próbára, inkább meg fogjátok látni élőben a koncertet, úgyhogy addig is maradjatok velem, mert hamarosan hazamegyek, elkészülődöm, és utána pedig visszajövök ide, és nyomok nekik egy nagyon kemény koncertet. De nézzétek meg, milyen szép kívülről ez a hely. És igen, hát ez gyönyörű szép szerintem. Nézzétek meg, milyen szép lesz az épület, itt egy hotel lesz szerintem, vagy egy régi hotel volt. Amúgy ez a kaszinó is állítólag úgy hallottam, és úgy mondták, kb. Nézett ki, mint ez, ilyen lett. Ma este lesz 3 lagzi, 3 esküvő, 3 buli. Állítólag ez a legszebb termük, van lent egy másik terem, és fent van még egy terem kisebb, egy közepes, és lent van a legnagyobb. Itt 200 személy lesz ma este, lassan-lassan már gyülekeznek az emberek. Ha jól nézem, mindjárt 7 óra van, én pedig 9:30-kor fogok ma fellépni. Úgyhogy ez volt a kis pici rövid bemutató kívül, hogy hol fogok ma este énekelni. Nézzétek meg ezeket a csillárokat, milyen szépek, szerintem fantasztikusak. Megyek a kocsihoz, megyek, sietek haza, és ott találkozunk. Bella signora, bella signora, bella signora. Na meg is van a hangbemelegítés, és most már lassan megpróbálom beállítani a csokornyakkendőmet. Jövök így egy picit hátrébb, hogy lássatok, és megyek, hogy szépen felveszem az zakót. És voilà! Hát én nagyon remélem, hogy nektek tetszik. Úgy érzem, hogy minden tökéletes, ahhoz, hogy hamarosan elinduljak, és fellépjek a helyszínen, és adjak egy gyönyörű egyórás koncertet. És sziasztok! Még reggel 4-kor Temesváron a reptéren, és hogyha megnézem most az órát, 9 óra 20 perc van, és most már lassan mindjárt hazaérek, de úgy gondoltam, hogy ha már útba esik, megállok itt Fidencában. Fidencában van egy nagyon klassz outlet, úgyis meg szerettem volna mindenképp inni egy kávét, és aztán innen pedig folytatom az utamat hazafele. És persze, hogyha már megálltam, akkor szerintem megmutatom nektek ezt is. Nem annyira nagyon-nagyon nagy ez az outlet, de viszont nagyon magány is. Jól lehet benne shoppingolni, hogyha kifogjátok a jó promóciókat. Na, megyünk is tovább! Megvolt a shopping! Persze, mint mindig, olyan nincs, hogy ne találj valamit egy jó outletben. Ez se volt számomra másképpen. Igen, hát találtam egy nagyon jó jacket, hát most kacagni fogtok szerintem. De általában elég sokszor ezekben a dolgokban mindig szerencsém van. Nagyon gyorsan csak körülnéztem, nem akartam nagyon sokat tölteni az időt, nagyon fáradt vagyok, de azért a kezdbe feltűnt, hogy nagyon-nagyon jó árak vannak. Kifogtam a mínusz 70%-os akciót, és volt egy jacky, amit már mindig, azt meg is mutatom mindjárt nektek, az mindig is nagyon-nagyon tetszett volna, és igazából megmondhatok őszintén, én 500 eurót nem adok egy bőrjackyért, szerintem az egy kicsit túlzás, még hogyha a márkás is, és most fogozzatok meg, mert ezt a jackyt meg tudtam vásárolni 59 euróért. Fordított bőr, különleges szín,
nagyon szép varázs, szép modell. Amúgy nagyon örülök neki, mert tényleg nagyon, nagyon tetszik a Jackie. Lett volna még sok minden, de igazából nem volt nagyon-nagyon kedvem. Most meg már megyek hazafele, mert nagyon fáradt vagyok, hosszú volt ez a hétvége. Ami jó hír, hogy jövő héten pedig elutazom Szaturniára. Biztos láttatok már, vagy hallottatok már arról a vizesésről, ahol termálvíz folyik. Nem tudom, hogy honnan folyik az a termálvíz, hogy hogy működik ott az egész. Úgy gondoltam, hogy elmegyek, felfedezem és megmutatom nektek. Állítólag van még egy nagyon-nagyon jó fürdő is. Úgy gondoltam, hogy mind a kettőt letesztelem, és majd elmondom nektek a véleményemet. Na gyerekek, vigyázzatok magatokra, hamarosan találkozunk. Hogyha tetszett mindazt, amit láttatok, ne felejtkezzetek el feliratkozni, vagy dobjatok egy lájkot, hogyha tetszik nektek. Vigyázzatok magatokra, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!